Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. 5 olyan inspiráló fizikai fotó fog következni, amit még soha nem láttatok. Első. Ez a szappanhártya tökéletesen megmutatja, hogy hogyan éld az életed, ugyanis jó, nem ilyen értelemben inspiráló fotók, hanem múlt héten ígértem nektek, hogy mutatok pár tippet, hogyan érdemes nyitott szemmel járni otthon, illetve a környezetünkben, hogy felfedezzünk érdekes fizikai jelenségeket egy fényképezőgép segítségével. Jó, ez nem fényképezőgép, csak egy makroobjektív, de a fényképezőgép az épp használatban van, amint látjátok. Ezt a videót az MVM Paksi Atomerőmű ZRT-vel együttműködésben csinálom. Ők írtak ki ugyanis egy olyan fotópályázatot, amire olyan fényképeket várnak, amiben meg tudjátok mutatni kreatív módon, hogy hogyan vesz minket körül a fizika a mindennapi életben. Ez a téma, gondolom sejtitek, hogy abszolút nem áll távol tőlem, viszont az is igaz, hogy időnként videót sokkal egyszerűbb készíteni egy jelenségről, mint állóképet. Ennek ellenére a kötöttségek gyakran csak segítik az ember kreativitását, úgyhogy vállalom ezt a kihívást, úgyhogy vágjunk is bele. Ha felületesen nézzük erre a pályázatra, nyilván bármilyen képet be lehetne küldeni, mert már maga a kép készítésének folyamata is fizikai tényezőket vesz alapul, beszélve ugye az optikáról, meg a kép rögzítésének a folyamatáról, sőt, akár egy sima fekete képet is be lehetne küldeni, és lehetne mutatni, hogy a fény mennyire fontos a visszaverődésben, illetve magában a képalkotásban. Ennek ellenére nem hiszem, hogy ezt nagyon értékelnék. Úgy látszik, nem én vagyok az egyetlen, aki rögtön a kibúvókat próbálja keresni, ugyanis miután Instagramon közzétettem a felhívást, ketten is írtatok, hogy vajon ez vagy az belefér-e. Dávid például ilyen asztrofotókat próbálnak küldeni, és kérdezi, hogy lehet-e. Hát nézzük meg a kiírást, hogy abban mi szerepel. A képeknek a pályázók otthonában, szűk életterében kell készülnie. Oké, ha a holdat a hálószoba ablakból fényképezed, akkor elképzelhető, hogy belefér határeset, de nem hiszem, hogy erre céloztak. A képek elsődleges címe ezen fizikai fogalmak valamelyike kell legyen. Energia, kölcsönhatás, vonzás, impulzus vagy lendület, rugalmasság, munka, súrlódás, halmazállapot és annak változása, fény és tükröződés. Tehát lényegében ez az a 10 kategória, amiből érdemes kiindulni. A fény és tükröződés vonalat nem akartam annyira meglovagolni, mert feltételezem, hogy ez lesz a legnépszerűbb, már csak azért is, mert rögtön a pályázati kiírásban is egy ilyen hosszú záridős fénykép szerepel. Viszont úgy gondoltam, hogy az energia az egy tök jó témakör lenne, és Ernáktól kaptam is nemrég néhány ilyen flyback trafót, úgyhogy az volt az elképzelésem, hogy majd hétvégén nekiállok barkácsolni, és mindenféle kisülésekről fogok fotókat csinálni, viszont amikor ezt felvetettem, akkor azt mondták, hogy nem teljesen ilyenre gondoltak, inkább a hétköznapi életben is elérhető jelenségekre fektessem a hangsúlyt, ha pedig már mindenképpen energiához szeretnék kötődni, akkor ott van például az elektrostatika, az tök jól fel lehetne dolgozni, ahogy a fésű és a haj kölcsönhatásba lépnek egymással. Hát szerintem erről szólhattak volna hamarabb is. Az viszont tény, hogy mindig szórakoztat, amikor kutyafésülés közben a szőrcsomó szálai szanaszét állnak, viszont aki próbált már bekomponálni bármilyen felvételt két izgága kutyával, az sejtheti, hogy miért álltam el ettől a vonaltól. Ezt a fajta energiát tehát hagytam, és egy sokkal dinamikusabb témára tértem át, már ami a fotótémát illeti. Viszont mivel mozgóképet nem lehet használni, arra gondoltam, hogy segítségül hívok pár fényképes trükköt, hogy mégis csak a mozgás be tudjam mutatni, és vihessek bele egy kis humort, ami szerintem nem árt. Viszont ez ugyanúgy beilleszthető mondjuk az energia vagy a kölcsönhatás témakörbe. Ez egy próbafelvétel volt. Mivel úgyis festés előtt állok, ha félremegy, az is belefér. Ez tök jó kép lett volna, mert sok mindent meg lehet mutatni rajta. Van benne helyzeti és mozgási energia átalakulás, mivel egyenlő időközönként készültek a képek, a gyorsulás is szépen látszik. Kimondatlanul is ott van benne az utolsó képkocka, amit mindenki el tud képzelni. Egy nagyon fontos dolgot azonban nem vettem figyelembe, méghozzá a pályázati kiírást. A pályázati kiírásokat mindig nagyon alaposan olvassátok el. A fénykép bármelyik részének szerkesztése, törlése, cseréje vagy módosítása, Photoshop vagy más képmódosító alkalmazások, szoftverek használata nem engedélyezett, kivéve az olyan apróbb korrekciókat, mint a képkivágás, a fehér egyensúly vagy a telítettség változtatása.
Nos, itt egymásra rétegeztem 8 fotót, úgyhogy ezért simán diszkvalifikálhatnak. Az első képen tehát már is buktad, de nézzük a másodikat, ami már jó eséllyel beleférhet. Nem tudom, hogy ezekről a mágnes golyókról csináltam már valaha videót, minden esetre tudom, hogy sokatoknak van ilyen otthon játékként. Ez belefér a vonzás, a kölcsönhatás, vagy akár az energia kategóriába is, de nézzük, miről van szó. Ez két nagyon erős és egyben rugalmas mágnes golyó, amit hogyha feldobunk néhány centire egymástól, akkor mivel vonzák egymást, összecsapódnak, de mivel rugalmasak, azonnal szét is pattannak. Ennek köszönhető ez a fura zörgő hang, amit kiadnak magukból. Az első gondolatom az volt, hogy hosszú záridővel fényképezem őket, úgyhogy majd egy ilyen elmosódott szmöty fog látszani, ami mutatja, hogy mennyire aktívak ezek a mágnes golyók, viszont ne tudjátok meg, hogy mennyit szenvedtem azzal, hogy pont fókuszban legyen, amikor feldobom és a megfelelő pillanatban tudjak exponálni. Sokat. Van ugyan egy távkioldóm, ami segítséget jelenthet, de még ezzel együtt is nagyon-nagyon nehéz volt beállítani, úgyhogy azt a megoldást választottam, hogy leraktam őket az asztalra. Igen, nem, de akkor folyamatosan elgurultak, úgyhogy ki kellett támasztani valamivel őket. És mivel támasztam ki őket? Egy kísérleti fizika könyvvel, az már csak adalék, hogy ez pont a mágnesességet tárgyalja, ez pedig a mechanikát, úgyhogy ezt a kettőt raktam egymásra. Megpróbáltam szépen bekomponálni az egész képet. Egyébként is nagyon tetszik az ilyen régi könyveknek a tipográfiája, úgyhogy szerintem ez egy tök jó statikus hátteret ad, ami előtt kiválasztottam egy olyan felvételt, ahol pont a kísérleti résznél ütköznek a golyók, ami előtt lesz egy kis dinamikus kontraszt is. Jó, az pont nem lehet látni precízen, hogy milyen golyók is vannak ott és mi is történik pontosan, de ennél a pályázatnál szerintem ez nem is olyan lényeges, ráadásul egy rövid leírás lehet mellékelni a fotókhoz, ott pedig egyértelművé tehető. De akkor jöjjön egy sokkal nyilvánvalóbb kép a vonzás témaköréből. Ezzel a mágnessel próbáltam elcsípni azt a pillanatot, amikor a kezemből a színes gemkapcsokat magához vonza. Ezt 200 másodperces záridővel csináltam, hogy azért lehessen látni az elmosódást és legyen benne valamennyi dinamika. Hát nem mondom, hogy elsőre sikerült, a 30-40 felvétel után sikerült kiválasztani azt, ami éppen megfelelő. Azt azért bevallom, hogyha ezt én kapnám, és nekem kéne zsűrizni, ez azért egy kicsit steril felvétel. Mindenképpen, hogyha ezt újra gondolnám, akkor raknék bele valami geget, valami másfajta mozgalmasságot is, szóval próbálnám egy kicsit feltuningolni, hogy ne ilyen tankönyvi illusztráció szaga legyen. Nem mondom, hogy ez a kép sokkal mozgalmasabb, de egyike azoknak a dolgoknak, amiket nagyon szeretek. Amikor olyan jelenségeket tol az arcomba valaki, ami mellett milliószor elmentem már, de nem gondoltam bele. Szerintem ezt a rugalmasság témakörbe raknám bele, annak ellenére, hogy ott valószínűleg pattogó labdákkal, meg trambulinon ugráló, nagyon cuki gyerekekkel kellene versenyeznem, de voltak éppen a repedések, nagyon szorosan összefüggésben vannak az anyag rugalmasságával. A repedések bármennyire is véletlenszerűnek tűnnek, mindig van bennük egy nagyfokú szabályosság. Nem mindegy például, hogy a találkozó vonalak 90 vagy inkább 120 fokhoz közelítenek, mint ennél a régebbi fotómnál, amit egy kiszáradt talajról csináltam. A repedések kialakulásának a rejtélyeiről berakok a videó alá egy nagyon izgalmas cikket. Ha azt elolvassátok, biztos, hogy teljesen máshogy fogtok hozzáállni a pusztuló felületek látványához. Ja, házi feladat, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek milyen felület repedését fényképeztem makroobjektívvel. És végül itt az ötödik kép, amit annak ellenére nem tudtam megállni, hogy valószínűleg aki fogott már makrólencsét a kezébe, biztos, hogy kipróbálta. A buborékok. Mindenki látja őket nap mint nap. Biztos sokaknak feltűnt a szivárványossága is. Erről a vékony réteg interferenciáról nagyon régen a zsebszivárványos videóban már meséltem nektek, de akkor is nagyon jó nézni a kialakuló mintázatokat. A buborék felszíne folyamatosan párolog, emiatt vékonyodik, az befolyásolja a fényinterferenciát, a szivárványosságot, a kialakuló koncentráció különbségek miatt pedig folyamatos az áramlás a buborék felszínén, a mintázatok pedig egyszerűen pazarlátványt tudnak nyújtani. Nézzétek meg, még szögből tudjátok leginkább elkapni a szivárványosságot, az sokat segít, ha van mögötte egy sötét háttér, de akár az is adhat hozzá, hogyha raktok mögé valamilyen életet.
Jó, mondjuk ez nem minden esetben segítség, ez inkább rémisztő, de szerintem értitek, hogy mire gondolok. Na jó, hajrá, vegyetek elő egy kamerát, járjatok nyitott szemmel a lakásban, és május 31-ig a három legjobban sikerült felvételeteket küldjétek be a pályázatra. A linket természetesen megtaláljátok a videó leírásában. Ha bármi kérdésetek van, valami nem biztos, akkor nem nekem írjatok, hanem a pályázati leírásban ott van egy e-mail cím is, május 29-én délig ott tehetitek fel a kérdéseiteket. Ja, és légy szíves, tegyetek meg nekem egy szívességet, nyerjétek meg a versenyt! Sziasztok!